Üdvözlök mindenkit, Necrocrime vagyok, és kedves Warframe TNS-ok! Belésvágok is vágok nagyon a lényegre, nem akarom nagyon cifrázni. elsősorban szeretném megköszönni az eddigi uh, munkásságotokat, amit a klánért tesztek. Nagyon jól esik látni, hogy a Nitain uh, extraknál a Wukong Researchnél, ahogyan összefogott a klán, és milyen gyorsan egy ilyen Uh, ennyi fős klánhoz képes, mennyire gyorsan sikerült fejleszteni uh, a Vukongot ebből a szempontból, hogy szép munkasrácok le a kalappal, és azt kell mondjam, hogy a klán élete ebből a szempontból egy nagyon jó irányba halad, de erről majd csinálok egy másik összefiglaló videót, hogy merre haladunk, de ez most egy köszönet és egy bejelentő videó, szóval köszönöm a munkásságotokat, és egyre egyre többen aktívabbak, és egyre egyre lassabban, de jöttök fel teljesen megismerkedni velünk is, akik mindig ott fönt vannak, és, és egyre többen aktívak, és hajlandók, egy kicsit hozzájárulni az a pluszhoz, amit a TNA képvisel. Uh, úgyhogy köszönöm szépen, és ezért is, hogy nekromanszerek szeretnénk egy kicsit még jobban összehozni a közösséget, és ezáltal is egy köszönetet mondani, mégpedig azzal, hogy egy duál versenyt fogunk rendezni a klánon belül, és ennek a részletét szeretném most közölni nektek, veletek, és. és Hogyha van kedvetek, akkor vegyetek részt rajta, és most akkor kérném a figyelmeteket, hogy azok, akit így megfogott ez az alapötlet figyeljen, és akkor rögtön indulok is a jutalom részével, hogy milyen jutalmak lesznek a kláma, hogy, hogy azért legyen motiváció arra, hogy, hogy induljatok a versenyen, mert persze nem csak úgy gondoltuk, hogy... Um, rendezzük egy és az első helyzetnek egy, a, egy hétig a neve ki lesz írva a Message of the day -ben. nem. Lesznek jutalmak is. A jutalmakat köszönhetitek. Falkónak, aki ugye az egyik Macromancer, Kidónak, aki az egyik uh, Lich King, és Dark Lichnek is köszönhetitek a jutalmakat. Uh, ők azok, meg én természetesen, akik össze amink van, és felajánlottuk mindezt nektek. Szóval a győztes jutalma az első mindent visz alapon. Lesz. Falkó felajánlása uh, részében száz plat értékben. Orokin reaktor, vagy Orokin kataliszt, vagy forma, ez azt jelenti, hogy 5 Orokin reaktor, 5 kataliszt, vagy 5 forma, ezek a három közül választhatod, hogy melyik 5 akarod, vagy eh, talán éppen keverve is azt hiszem Falko eh, abba is belemegy, amire éppen szükséged van, de a lényeg az, hogy 100 plat értékben, ugye 20-20-20 plat eh, értéke van mindezeknek. Falko ezt dobta bele a közösbe. Kido felajánlásából egy Vectis Prime szettet kaphatok, ugye az egyik sniper fegyver a játékban jelenleg éppen elég macera amúgy is kifarmolni, szóval egy Vectis Prime szettet fogtok kapni. Darkreach felajánlásából fogtok kapni egy Rakta Cernost, az a Red Vale-nek az íja gyakorlatilag, szóval hogy akinek megvan az íj, vagy aki bármilyen olyan szinten van, hogy nem tud az íja játszani, akár el is tudja adni, vagy bármi. Részemről 100 plat a nyeremény továbbá egy szankti tigris, uh, ugye a nyúlakának a tigrise, uh, ez biztos egy epic fegyver, egy probléma van vele, hogy 12-es mastery rangtól lehet használni és átvenni. Na most, ha nem 12-es mastery rangú játék, vagy, játékos vagy a fölötti nyeri meg a verseny, no para, ha nem a szankti tigrist, akkor egy meg... Prime szettet fog kapni. A Mac Prime ugye már nem létezik a játékban, viszont nekem megmaradt még egy szettem, és azt nagyon szívesen odaadom a Corpus egy gyilkológép Mac Prime, kérem szépen. Szóval ők lennének a jutalmak, ötször ugye, ugye 100 megfelelő forma, uh, Orokin Katalisz vagy Orokin Reaktor, kinek hogy tetszik, egy Vectis Prime Set, egy uh, rakta cernos uh, fegyver, egy szankti Tigris és százplat, vagy százplat és egy megszed, kinek, hogy és mi érhető el. Nos, ezek lennének a verseny jutalma, és most jöjjön a verseny szabályzata, hogyan tudnátok megoldani azt, hogy jelentkezzetek a versenyre, és milyen feltételekben zajhat le a verseny. Na most akkor jelentkezni lehet, nálam Necrocrim Facebookon egy üzenettel, amiben leírjátok a felhasználó neveteket a játékban és a mastery rangotokat, hogy miért fontos a mastery rang, mert úgy fogjuk összeválogatni a játékosokat, hogy mastery rangonálhoz minél közelebb legyenek egymáshoz, hogy minél felrebb legyen az esély, az esély egyenes kieséses ágon fog zajlani a verseny ebből a szempontból. Na most, ha tíz vagy több jelentkező lesz a versenyre, akkor megszervezzük ezt a versenyt, ha tíznél kevesebb jelentkező lesz a versenyre, akkor nem fogjuk megszervezni a versenyt. Aki benne lesz a versenyben, azt megkérem, hogy telepítse fel a TeamSpeak 3-at, és jöjjön fel a TS szerverre. Nem kell beszélnie, de minden versenyző legyen fönt a TS szerveren. Nem kell beszélnie, csak hallgatnia. Nagyon fontos, hogy ne beszéljen, csak hallgasson, mert a, ugye le kell vezényelni a versenyt, és ez egy nagy Uh, esemény tulajdonképpen abból a szempontból, és mindenkinek a figyelme kell, hogy kinek, ki éppen mikor jön, kinek a sora, ki kivel, és, és így gyakorlatilag semmit nem kell, nem kell legyen mikrofonod, nem kell ilyen semmit, csak ott legyél, és hallgass, hogy tud, hogy jelen vagy, hogy most eljössz a versenybe, ennyi ponton állsz, és a többi, és a többi, és megkérném szépen, tehát telepítsétek fel a TeamSpeak 3-at, és uh, gyertek fel a verseny napján, a TSZ. A verseny maga december 29-én lesz megrendezve, tegyük fel, délután kettő órakor kezdünk, és addigra minden versenyző, aki jelentkezett nálam Facebookon egy üzenetben a felhasználó nevével és mastery rangjával, az jöjjön fel teljesetet. 2 órakor december 29-én kezdünk. Ez az első feltétele annak, hogy részt vegyél a versenyen. A következő dolog, amit nagyon köszönök Kidónak, hogy ezt megalkotta, a verseny szabályzata, igyekezett, ő erre időt szánt és energiát, hogy megcsinálja, összeszedje azokat a fegyvereket, amelyekkel indulni lehet. Ezeken a fegy eze ezen a versenyeken. Ezzek a leírást a fegyverekről, a frémekről, amiket használni lehet a versenyen, meg fogjátok találni. A Facebook oldalamon az első poszt lesz az. December 29-ig az első poszt lesz ott, és ott fo látni fogjátok, hogy mely fegyvereket és hogyan használhatjátok a warframe mert a leg megfelelőbb esélyekkel szeretnénk, ha indulna minden master rangú versenyző, hogy ne legyen unfair, ne legyen túl eltolt az erősség irányába ez, ez a verseny. De a duárumban nehéz kiegyenlített versenyt csinálni, de kidó időt szánt arra, hogy a legkiegyenlítettebbé tudja tenni ezt a versenyt, és Master Rang 1-től Master Rang 130-ig mindenkinek meglejen az a dolog, amivel tud Uh, amit tud használni, gyakorlatilag. Na, hogyha jön ez a szabályzat, még egyszer mondom, kint lesz a Facebook oldalamon. Használható frémek a játékban. Szóval erre készíthetek fel, hogy ez a Warframe mindenkinek meg kell legyen december 29-ig is. Csak egyetlen egy Warframe-mel lehet indulni a játékban, és ez pedig az Excalibur. Képességeket szigorúan tilos használni, aki használ képességet, azonnal ki lesz zárva. Továbbá csak és kizárólag milli tehát milli kardokat lehet használni, azon belül is nem mindegyiket. Szóval itt jön a lényeg, nem mindegyiket, megint csak mondtam, ez a leírás megtalálható lesz a Facebookomon, hogy mely kardokat lehet használni. Szóval csak Excalibur a következő fegyverekkel és vagy a modokkal. Annyit hozzáteszek, hogy az Excaliburnak lehet egy 120%-os plusz shield, 120%-os plusz HP, ezt úgy hívják, hogy vigor ezt a modot. Akinek nincs meg a vigor nevű mód, nópara no belerakhat egy vitality és egy redirection 120%-ig felhúzza mind a kettőt. A lényeg az, hogy összesen 240 legyen. Tehát vigorra lesz, meg tudod oldani, vagy egy redirection és egy vitality szóval ennyi lehet benne az Excalibur-adba, akinél észrevesszük egy kicsit több HP van, egy extra mod, valami, amitől jobban mozog az Excalibur. Szevasz! Öm, meg lesz a tehát erőt amúgy se lehet használni, csak és kizárólag erre a 120 lehet Öm, hagyatkozni 120 shield és 120 hp -ra. Fegyverek, amiket lehet használni, egy stance moddal, a stance mod ugye a főső középső mód a kardokban. Na most, mili fegyvereknél ACK és Blunt, az Tyregornak a fegyvere, ahol jelenleg Uh, lehet formolni az equinoxot. ot Tehát ACK és Tile Blunt, ő Tile Regol, ahol formoljátok az Equinoxot. ot Tehát ACK és Bluntot lehet megcsinálni, uh, elkészíteni az Eleven Storm nemű uh, nevű uh, moddal, stance moddal, továbbá a sima szkana, uh, prizma kizárva. Tehát sima szkana az az alapfegyver, amit kreditér is meg lehet venni, vagy amit választanak sokan játékosok. Sima szkana Fury nevű moddal lehet használni. Szóval AC káblont és sima szkana. Sima, uh, Eddig. Következő. Machete uh, Vrate uh, őt is lehet használni. Úgy döntöttünk, hogy ugye lövő fegyvereket nem fogunk használni, nagyon gyengét sebeznek, és nagyon macera lenne velük uh, dolgozni. Szóval egyelőre itt van Milli fegyvereknek ACK, Blunt, a Dakra prime is vele érte anno a Kido, de azt kivették már a játékból, ugye, de akinak van Dakra Prime-ot is használhat a sima, a skanát, a Fury moddal lehet használni, és a Machete Vrétet is lehet használni, vagy a machetét magába, akinek megvan. Ez a 3 milli fegyver megengedett a verseny. úgy, úgy, ő lement a docsóba, és leteszelte ezt az önként jelentkezőkkel, és a agyukra menve az összes fegyvert kipróbálta rajtuk, és ezek bizonyultak azoknak a fegyvereknek, amelyik felül hasonlót sebeznek, és ö, jók lehetnek erre a versenyre. Aztán hogyan zajlik le a verseny? Négy körös lesz, egy duál négy körös lesz. Miért? Az első kör összecsapását számoljuk, tehát akit ö, aki elesett, azt, ö, azt ugye beszámoljuk. A második kört ignoráljuk abban az esetben, hogyha a győztes játékos az első körből sérült. Tehát, hogyha a HP-ja sérült, akkor abban az esetben a második kört ignoráljuk, ezért ö, a második körben sérült játékosnak, ugye, aki az első körben a győztes volt, ő neki el kell esnie. És ö, a harmadik körben megint csak, ugye, ö, jöhet a verseny, vagy negyedik körben, itt már attól függ, hogy hogyan vagyunk? Tehát első körben a győztes, második körben a győztesnek feküdnie kell, hogy feltöltődjön a HP-ja, és a harmadik körben ö, gyakorlatilag ugye eldől minden. Ha döntetlen lesz, akkor ugyanúgy megint igronálunk egy kört a sérült részére, és ugyanúgy utána jöhet egy ötödik kör. Szóval ö, mindenképpen minden második kör, ha úgy adódik, azt figyelmen kívül fogjuk uh, hagyni, azért, mert az éppen győztes játékos az előző körből az uh, uh, sérült, és emiatt nem lenne fair. Na most, ez lenne a rövid lényeg, ezt kell megegyezni, ez lesz leírva a Facebookomon, fönt lesz, és, és uh, el lehet olvasni, és lehet jelentkezni mindazoknak, akinek tetszik, december 29-én 2 órakor, fo kettő órakor fogunk kezdeni, addig mindenki legyen fönt teljesen, és lemutolva nem kell beszélni, csak hallgatnia kell azt, hogy ki, hogy jön, milyen sorrendben, kik győztetek, stb. És a végén egy mindent visz alapon meg fogja kapni ezeket a jutalmakat, amelyeket, amelyeket itt felsoroltam. Na most, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmeteket, még egyszer köszönöm az eddigi munkásságatokat. Ha kérdésetek van még, akkor lehet kérdezni. Olyan kérdések kíméljenek, kérem szépen, hogy ezt a modot, azt a modot be lehet rakni? Nem. Csak ezeket a modokat, és csak ezeket a fegyvereket lehet használni. Ezzel kapcsolatban semmilyen mást csak és kizárólag exkalibúrok -ok vehetnek részt ezen a versenyen, hogy fair legyen mert egyes warframe gyengébbek, mint a mások, szóval főleg duálban. Úgyhogy csak és kizárólag Excalibur, csak és kizárólag ezekkel a fegyverekkel, és csak és kizárólag ilyen módon zajhat le a verseny. Aki nem tartja ezeket az apró szabályokat, egyenes kiesésben búcsúzunk tőle. Remélem, hogy tetszenek a jutalmak, azt hiszem egy, kettő, 200... 300, hát majd, hogy nem, egy olyan 400 plat értékben fogtok kapni ö, jutalmakat, úgyhogy ez, ez egy nagy boost bárki számára, még én is örülnék neki, ö, hogyha így ilyesmit kapnék így helyből, úgyhogy remélem, hogy tetszik, és remélem, hogy egy jó gondolatnak tartjátok, hogy, hogy ezt megszervezzük, úgyhogy addig is köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!